Magyarországon több mint 1000 utazási iroda áll az utasok rendelkezésére nap mint nap. Meghatározó és nagymúltú ezek közül az IBUS, amely emblémáján hirdeti az alapítás évét, 1902. Termes Nóra, a cég munkatársa vendégünk. Nagyon köszönöm, Nóra, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm én is. Hol foglal helyet jelenleg az IBUS a magyar utazási palettán? Hát az elmúlt évek számadatait figyelembe véve ki merem jelenteni, hogy még ma is a legnagyobb utazási iroda. A legnagyobb alaptőkével rendelkezünk, 1,5 milliárd forinttal, ez egy kellő biztonságot ad az ügyfeleink számára, valamint az éves árbevételünk és az országos irodahálózatunk nagysága alapján is a legnagyobb irodaként nevezhetjük magunkat. Ehhez kapcsolatban hogyan telt az elmúlt egy évetek? Nyilván itt a szervezett utazásokra vagyok kíváncsi. Hát az elmúlt egy év a turisztika valamennyi szereplőjét nagyon megtépázta, így nekünk is egy jóval szerényebb évünk volt. A tavaly január-február az nagyon-nagyon jónak ígérkezett. Az utaztatás szempontjából egy nagyon komoly előfoglalási állományra tettünk szert, és arra számítottunk, hogy tényleg egy nagyon szép nyarunk lesz, mármint a számainkat illetően, igen, illetve az ügyfeleink élménye alapján is. De hát sajnos a pandémia keresztül húzta a számításainkat, és hát jó néhány hónap a tavaszi időszak az a várakozások jegyében zajlott. Nagyon sok ügyfelünknek kellett visszafizetni a pénzt, de volt egy ügyfélkör, aki kitartottam mellett, hogy lesz itt nyár és lehet utazni. Hát a szezon nagyon rövidre sikerült, mindösszesen júliusban és augusztusban tudtunk szervezett keretek között charterjáratokat indítani, az akkori jogszabályoknak megfelelően. Tehát a tervezett 25 járat helyett csak 7-et tudtunk elindítani a Görög-szigetvilágban, és összesen 9 hétig tartott a szezon. És aztán a szeptemberi korlátozó intézkedések miatt a szervezett utazásainkat abba kellett hagyni külföldre, és novembertől pedig a belföldi szálláshely értékesítéssel is le kellett állnunk. Ezzel együtt azért a téli szezonban egyéni ügyfelek igényeit kielégítettük, és a mai napon is vannak ügyfeleink zömében az egzotikus térségben, de már december óta a nyárra készülünk, és nagyon bízunk benne, hogy idén nyáron már szabadon lehet utazni, nyilván bizonyos feltételekkel. És most is nagyon jók az előfoglalási számaink, tehát az utasok körében igen nagy az utazási vágy és az érdeklődés. Sokan már le is foglalták az utazásukat, nagyon kedvező feltételekkel lehetett. És hisz nektek a vendégkörötök az visszatérő vendég nagyjából, ugye? Tehát nagyon van egy nagy bázis, hát, aki... Van egy törzsutas ügyfélkör, de azért évről évre újabb ügyfelek is jelentkeznek. Ez most abszolút tapasztaljuk, hogy olyan ügyfelek is, akik eddig nem utazási irodával utaztak, hanem egyénileg szervezték meg, most a jelenlegi helyzetben felismerik, hogy egy nagyobb biztonságot adhatnak utazási irodával utaznak, úgyhogy új ügyfelek is jelentkeznek szerencsére. Hát főleg egy ilyen nagymúltú irodával kapcsolatban nyilván sokkal nagyba bizalma az embernek. Igen, igen, mi úgy gondoljuk, hogy hát az IBUS mellett az utazási irodák iránt is nagyobb a bizalom, hiszen most tényleg a szervezett keretek között a minden nap változó jogszabályi előírások mellett egy nagyobb biztonságot ad, hogyha valaki utazási irodával utazik, hát természetesen ha az IBUS-szal. Így van, így van. Mi a különbség egyébként a menetrend szerint és a külön járatok között, mert ugye az IBUS az charter járatokat is bérel, hogy most a következő szezonban miben elég a különbség a kettő között? Igazából a charterjáratokat utazási irodák bérlik légitársaságtól. Mi béreljük most a legtöbb gépet a nyári szezonban, heti 16 járatot tervezünk. Azért ajánljuk az ügyfeleknek, mert az utazási irodák csomagban értékesítik a charter repülőjegyek mellett szállástranszfert is biztosítanak az ügyfelek részére. Így tényleg ez egy kényelmi szolgáltatás, egy viszonylag jó menetrenddel, rejtett költségek nélkül, tehát a csomagnak a díját, a feladható csomagdíját is tartalmazza már, illetve minden egyéb költséget, transfert, szállást, helyi asszisztenciát, idegenvezetőt is tartalmaz. Tehát gyakorlatilag, ha valaki befizet egy ilyen nyaralásra, akkor valóban csak az élményekkel... Csak azzal kell foglalkozni, hogy jól érezzük magát. Igen, igen, igen. Úgyhogy ez a kényelmi szolgáltatások mellett most egy kellő biztonságot is ad, hogyha tényleg bármi történik, akkor nem az utasoknak kell intézkedni, hanem helyette az utazási iroda intézkedik. Pedig hányszor jártunk már itt, szerintem én is, meg hát számtalan utastársam, hogy ott találtuk magunkat külföldön különböző problémákkal, és nem volt kihez fordulni. Arról nem is beszélve, hogy ott van a csomag, ami a reptéren kiderül, hogy hoppát fizetni kéne, nem kevés pénzt a
csomagnak a súlya miatt. Úgyhogy ez így nagyon jó, hogy van egy ilyen all-inclusive pack tulajdonképpen, amit az ember megvásárol, befizetés, ahogy te is mondtad, semmi más dolga nincs az embernek, mint hátradőlni és pihenni és élvezni a jól megérdemelt nyaralását. Igen, igen, ez úgy gondoljuk, hogy manapság ez egyre fontosabb, és most ez nagyon felértékelődik, és még azt hangsúlyoznám ki, hogy itt is az ügyfelek egyéni igényének kielégítésére is lehetőség van, tehát nem jelenti azt, tehát hogy valaki elvonulni szeretne egy olyan apartmanba vagy hotelbe, ahol nincsenek sokan, erre is lehetőség van, tehát azzal együtt, hogy charterjáraton utazik, azért tud olyan szálláshelyre is menni, ahol valóban felhőtlenül pihenhet, kikapcsolódhat. Hát nagyszerű, nagyon-nagyon köszönjük ezeket az információkat, és nektek is nagyon sok sikert kívánok is. Nagyon szépen köszönjük. És hogy minél előbb elindulhassanak ezek a járatok. Igen, igen, ez nagyon, nagyon fontos, hogy azt javasoljuk az ügyfeleinknek, hogy minél előbb foglaljanak, hiszen a nyári időszakban mindenképp drágulás várható, hiszen Nyugat-Európából, Skandináviából is nagyon nagy igény jelentkezik, és ezért azt javasoljuk, hogy minél előbb foglaljanak, és akkor biztos élményhez juthatnak. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!